Rádióegyetem. Bibliai kánon és vallásfilozófia. A zsidó misztika. Tatár György előadása. Üdvözlöm a jelenlevőket. Azért elég sok ismeretlen arc van, úgyhogy két mondattal bemutatkoznék. Én Tatár György vagyok, a csodálatos nevű általános filozófia tanszéken vagyok oktató, vallásfilozófiát tanítok. Ennyi. Ez is most ugye egy ilyen óra. Szokás szerint az óra meghirdetett címe hiányos. Egyszerűen nem akartam, hogy túl hosszú legyen. Ugye azon a címen lett meghirdetve, hogy bibliai kánon és vallásfilozófia. Ez azt jelenti, hogy hát nagyon sok szó lesz Bibliáról, a bibliai kánon. Nem is annyira kialakulásáról, arról különösen sokat tudunk, hanem a jelentőségéről. Valamint a szövegek kanonizálásának a jelentőségéről, és vallásfilozófiák közül pedig főleg olyan vallásfilozófiák lesznek bevonva az óra tárgyai közé, érthető módon, amelyek nagyon erősen kötődnek a Bibliához. Vannak ugyanis egyáltalán nem bibliai karakterű vallásfilozófiák, hát érinteni fogjuk. Úgyhogy én ezeken az órákon elég visszatérő módon azt gondoltam, hogy a kabaláról is beszélnék. Ez mindenekelőtt pár mondattal el kéne mondani, hogy az micsoda. Szeretném azt a meggyőződést megtarni a hallgatók egy részében, hogy a kabala az a kis maci, amivel az ember bemegy vizsgázni, mert szerencsét hoz. A szó önmagában egyáltalán nem jelent semmilyen talizmánszerűséget, és nem is vonatkozik. Ilyesmire fogjuk érinteni természetesen, hogy a kabala mint spekulatív misztika, azért a perifériáin nagyon erősen érintkezik a mágiával is. Ezt érinteni fogjuk, de természetesen hogyan tanulni nem, tehát attól senkinek nem kell tartania, hogy az órák során mondjuk megpróbálunk gólemet készíteni és életre kelteni, de a gólem témát természetesen érinteni fogjuk, mert mondjuk így a kabala mágikus aspektusának ez egy nagyon központi eleme. Jó lehet, ezt most így előre mondom, a mai napig nem ült el a kabalát tanulmányozó tudományban az azon folyó vita, hogy egyáltalán megpróbáltak-e valaha gólemet készíteni. Két fő álláspont alakult ki, akiről fogok is néhány szót szólni, a kabala valaha élt legnagyobb tudósa, Gershom Scholem. Talán valaki a nevével már találkozott. Scholemnek például az a meggyőződése volt, hogy soha épeszű kabalista nem próbált meg gólemet készíteni, hanem amennyire ő a szövegekből ezt ki tudta silabizálni, a gólem készítés rituáléja az tulajdonképpen egy beavatási szertartás volt bizonyos kabalista, misztikus körökben. Sajnos jelenleg az ő tanítványa Móse Idel a legnagyobb tudósa a világon a kabalának. A legnagyobb tudósát szó szerint kell érteni, tehát én körülbelül 100 kísérletet csináltam Jeruzsálembe, hogy meghallgassam az előadásait. 2 ízben volt sikeres az akció, mert egyébként gyakorlatilag repülőgépen ül megállás nélkül, és a világ összes egyetemén tanít egyszerre. Az Idelnek az álláspontja az tömören az, hogy az összes szöveg kihüvelyezéséből az jön ki, hogy igenis készítettek gólemet, sőt, maguk a kabalisták, majd erre kitérünk később, úgy élték meg, hogy ez sikerült is. Tehát magyarul, azt nem kell külön magyaráznom, hogy a gólem micsoda, ezt úgy nagyjából mindenki tudja, hogy egy ilyen homunkulusszerű, tehát mágikus, mesterséges úton előállított ember. Majd vissza fogunk térni, én most általában szeretnék egy kvázi bevezetésszerű előadást tartani arról, hogy a kabala tulajdonképpen micsoda. Gondolom elég észszerű lenne mindjárt a szóval kezdeni. Azoknak mondom, akik eddig még nem tanultak héberül, a kabala szó, ez ugye 3 más hangzóra épül fel, mint az összes sémi nyelvben, kivétel nélkül vagy csak nem kivétel nélkül az összes szó, a KBL, ami a kapás, elfogadás, befogadás, körülbelül ezt a jelentésmezőt írja le, belevágva a dologba a zsidó vallási tradícióban a hagyományra, 2 fő kifejezést használnak. Ugye azt tudjuk, hogy a hagyomány egészen központi jelentőségű ebben a
vallási tradícióban. Az egyik az a, úgy hangzik a szó, nem tudom, van-e értelme, hogy felírjam, vagy mondom, mert úgyse kell megjegyezni, írjam fel. Jó, latin betűkkel értelemszerűen. Tehát ez az egyik szóra, messzóret. Tulajdonképp ide egy picike magánhangzót kellene beírni, mert így persze kiejthetetlen. Így hangzik, hogy messzóret. Azt jelenti, hogy hagyomány. A vicc az benne, hadd hívjam fel mindjárt a figyelmüket, hogy ugye annak ellenére, hogy nyilván legtöbbük számára olyan, mintha kínaiul lenne, valójában ismerik ezt a szót. Mégpedig aláhúztam azt a három másra hangzóját, aminél fogva ismerik a kifejezés gyöke ugyanis, az MSR szó, azaz átadni, továbbadni, ha tetszik, hagyományozni. Ebből van a szó megalkotva. A jiddisen keresztül bejött a magyar nyelvbe ez a szó, biztos, hogy legtöbbjük ismeri, a valakit mószerolni. Vagyis a vele összefüggő információkat továbbadni. Eredeti alapjában mondom, meszóret a hagyomány. A másik kifejezés, akkor ezt azért nem írnám fel, a hagyományra az a kabala. A kettő, az is hagyományt jelent, ha fölcsapnak egy szótárt, általában a két szó között semmiféle különbséget nem tesz. Tehát olyan, mintha szinonímával állnánk szemben. Igen, ám, de van egy alapvető különbség, ami gondolom most már néhányuk talán észre is vette, hogy a messzóret hagyomány szó, az pontosan azt jelenti, mint a latin tradíció szó. Tehát az a hagyomány abban az aspektusból, hogy adják. Mármint, hogy továbbadják. Nemzedékről nemzedékre. A kabala, mint említettem, annak a megkapni, elfogadni a gyöke, tehát az a kabalát, abból az, a hagyományt abból az aspektusból látja ez a kifejezés, amit az ember kap. Ugye ez egy egészen radikális nyelvi megkülönböztetés, miközben ugyanarról beszél mind a két kifejezés, a, ha tetszik, a vallási tradíció egészéről. Az egyik úgy, mint amit az elődök adnak, a másik pedig úgy, mint amit az elődöktől kapni lehet. Talán ezzel nem mondok egészen ismeretlen dolgot. Az, amit a kereszténységben responsum irodalomnak hívnak, tehát magyarul teológusokhoz lehet bizonyos kérdésekkel, súlyos esetekben, súlyos kérdésekkel fordulni, és az úgynevezett responsumot kapja az ember válaszul. Tehát egy jól megfogalmazott, vagy néhány mondat, de lehet egész traktátus is, amit az ember kap. Ez a responsum irodalom, ez a zsidóvallási tradícióban is létezik. Ezeket mi legtöbbnyire viccek formájában ismerjük. Tehát a rabbi döglenek a libáim típusú kérdések, amire a rabbi responsumként azt mondja, hogy kár, hogy mind megdöglött, mert még milyen jó ötleteim lettek volna. Nyilván a viccet egyébként ismeri mindenki. Előfordul a tradícióban olyan jelenség, amikor ugye normálisan, ha kap egy bölcs, egy írástudó egy kérdést, akkor úgy válaszol rá, hogy őrült ismeretei vannak, végig gondolja az egész tradícióba, hogy hol fordult elő, vagy ugyanilyen, vagy nagyon hasonló eset. És akkor abból levezeti, hogy ebben a konkrét esetben mondjuk mi a teendő, vallási teendő, tök mindegy. Kivételesen elő tud fordulni olyan helyzet, hogy az egész tradíciót felássa és nem talál választ a kérdésre. Ebben az esetben, ha mégis veszi a bátorságot és saját maga kigondol valami választ a felmerült problémára, akkor úgy szokás kezdeni héber szövegekben, hogy ani mekubál. Ez betű szerint azt jelenti, hogy én hagyományozva vagyok. Egy nagyon furcsa kifejezés. Tulajdonképpen csak azért mondtam el, hogy rávilágítsak arra a furcsaságra, hogy a kabalisták saját magukat nem kabalistának nevezik. Ez, ha tetszik, a külső elnevezésük. Ők maguk mekubálnak, hagyományozottnak nevezik saját magukat. Ezzel körülbelül a, szerintem a nyelvi részén, bármint a kifejezésem magán, hogy mi a fene az a kabala, túl is estünk, azt gondoltam, hogy a téma iránti kettcsinálásra egyszerűen elmesélek egy egészen rövid három mondatnyi szöveget. Három mondatnál azért hosszabb, de én csak három mondatban fogom elmesélni.
a legismertebb és legnagyobb kabbalista szövegkorpuszból, talán van, aki a névvel már találkozott, a Zohár. Amit többé-kevésbé biztosan lehet tudni, hogy 12. századi, és úgy szokás nevezni, ez nem hasonlat, hanem ténykérdés, hogy ez lett a kabbalisták bibliája. Tehát annyira autoriter alapszöveg, autoritert most úgy értve, hogy autoritással bír, mint kvázi kinyilatkoztatást kezelik a kabbalisták. Na, ebben a Zohárban, amilyen egy nagyon bonyolult kódex, fogunk majd róla valamennyit beszélni, amit el akarok belőle mesélni, természetesen bibliai szövegértelmezésre épül szinte minden egyes szakasza, ahol, hogy mondjam, spekulálnak a világ rejtélyein a jelenlevő bölcsek, és ezek egyike, ebben a konkrét helyen, amire most gondolok, a gondolkodás módot szeretném egy picit megvilágítani maguknak, egy példát mondani rá, hogy hogy néz ez ki. Idézi, aki beszél a szövegben, megmagyarázandó bibliai helyként, idézi Ézsaiás prófétának egy mondatát. A mondat Károli fordításában, tehát a Károli Bibliában szó szerint így hangzik. Tehát ezt mondja Ézsaiás próféta a magyar szövegben. Emeljétek fel szemeiteket, és lássátok, kicsoda teremtette ezeket. Így hangzik a mondat. Ugye így első blikre a jelentése tökéletesen világos. Az ember, mondjam, nem maga elé bámészkodik, hanem fölnéz kvázi tulajdonképpen az égre, és akkor ott mintegy látja, hogy kicsoda is teremtette mindezeket. Eget, földet, bennünket, magunkat, stb. Az izgalmas ott kezdődik, ahogy ezt a szöveget a kabbalista olvassa. Itt rögtön a Zohárban elkezdik értelmezni a mondatot, és a következőképpen olvassák. Emeljétek fel szemeiteket, és lássátok, a kicsoda teremtette mindezeket. Hangsúlyoznom kell, hogy semmilyen nyelvi akadálya nincs annak, hogy ezt így olvassa valaki. Ugye ez a fordításunktól, a Károlitól erősen eltér, de tulajdonképpen a héber szöveg minden további nélkül megengedi, hogy így olvassák. Csak hát így nem látjuk pontosan, hogy mi az értelme. És akkor beindul egy gondolatmenet, amit ezt már körülbelül egy mondatban össze lehet foglalni, aminek a végeredménye az, hogy az ember itt lent él a földi világban, és megismerésre vágyik. A megismerés vágya ugye abban fejeződik ki, hogy mindenre, ami a szemünk elé kerül, megkérdezzük, hogy hát ez meg micsoda. És megpróbáljuk megtudni, hogy hát ez meg micsoda. Ha ezt már tudjuk, akkor tovább megyünk a következő létezőig, és erre is rákérdezünk, hogy hát ez meg micsoda. És így tovább. Ha különlegesen sok időnk van, és különlegesen jók a képességeink, akkor végül eljutunk egészen a felső égig, mondja a szöveg. Mitológiai fogalom, nem akarok most belemenni a jelentésébe. És akkor már mindent tudunk. Mármintha tényleg a megismerésnek szenteljük egész életünket. Mindent tudunk, azaz mindenről, az egész mindenségről fogjuk tudni, hogy micsoda. Vagyis állapítja meg a szövegünk, ott vagyunk, ahol elkezdtük. Ugye azzal kezdtük, hogy micsoda ez, hát most már végigmentünk az egész univerzumon, és most már mindenről tudjuk, hogy micsoda, de még mindig ugyanabba a körbe, nevezetesen a micsoda. Mi a franc ez körében mozgunk, márpedig a szövegünk azt mondja, hogy emeljétek fel szemeiteket, és lássátok, a kicsoda teremtette mindezeket. És utána jön egy gyönyörű záró rész, hogy a kicsoda az, amit nem tudunk megismerni. Az egész megismerés, amivel az életünket töltjük, kitölti a micsoda. A szöveg utal rá egyébként, hogy mindeközben még magunkról is megtudjuk, hogy micsodák vagyunk, csak azt nem tudjuk meg, hogy a kicsoda. Mit jelent egyszerűen? Nem tudom, világos-e a gondolatmenetből, ami nagyon lényeges, hadd utaljak maguknak az európai szellemi hagyománynak egy egészen más pontjára, ahol tudjuk, hogy ez a kérdés egészen máshogyan, de már egyszer fölmerült, hasonló eredménnyel egyébként. Nem akarom elmondani, ugye mindenki tudja, hogy volt egy nagyon nagy filozófus, akit Plátonnak hívtak, és
volt neki egy olyanja, amit mi úgy hívunk, hogy Platón ideatana. Ez nyilván valamilyen, akár felületes szinten is, de mindenki tudja, hogy körülbelül mi a fenéről van szó. Ugye a plátoni elképzelés szerint a mi egész világunkban, tehát a tapasztalható érzéki világunkban csak olyasmivel találkozunk, ami így vagy úgy az ideák leképeződése, vagy imitációja, vagy lenyomata. Ennyi mindenkinek rémlik. Van egy döntő pont Platón egyik dialógusában, ahol azon kezdenek el elmélkedni, és vitatkozni természetesen, hogy vajon mindennek van-e ideája. Ott elsősorban arra irányul egyébként a beszélgetés, hogy hogy mondjam, hogy a gusztustalan dolgoknak tudom, van-e ideája. Ha jól emlékszem, a konkrét példa, amin elkezdenek elmélkedni, hogy annak, hogy szőr, annak van-e ideája, vagy sár. Ezt a két példát jegyeztem meg, lehet, hogy ott egyebek is vannak. De valóban nehéz elképzelni, próbálják elképzelni azt az igazán létező, mozdulatlan, örökkévaló valamit, aminek a leképeződése a szőr. Tényleg furán hangzik. De mindegy, baromi izgalmas, amit erről beszélgetnek, de van egy döntő pont, és most erre szerettem volna utalni, ahol végül is úgy döntenek, hogy így vagy úgy mindenféle áttételeken keresztül, amiket nem látunk át jól, valószínűleg mindennek van ideája, de különben nem létezne. Hiszen a létezésnek feltétele, hogy legyen valamiféle kapcsolat az ideális, tehát a tényleg létező, mondjuk így világgal. És akkor bejön egy döbbenetes állítás, hogy vajon Szokratésznak van-e ideája? Ez a kérdés, és egyértelműen megszületik a döntés, hogy neki nincs. Magyarul, van ideája annak, hogy görög, mert különben nem léteznének a görögök. Van ideája annak, hogy aténiek. Aténiak, ugye? Aténiak, igen. De különben az aténiak nem léteznének. Van annak is ideája, valószínűleg, vagy ideákkal való bonyolult kapcsolata, hogy Aténban élő aténi görög filozófus. Mindennek van, valamiféle viszonya kell, hogy legyen az ide a világgal, de annak, hogy Szokratész, amiből összesen egyetlen egy darab van, korábban nem volt, és soha többé a büdös életben az örökké valóságig nem lesz, éppen a totális egyszerűsége miatt tulajdonképp olyan fokon nem létezik a görög filozófia szempontjából nézve, hogy Szokratésznek nyilvánvalóan nincs ideája, tehát az valami véletlen, hogy mondjam, konstelláció, hogy az aténi görög filozófusok között történetesen az egyiket Szokratésznak hívjuk, de annak, ami Szokratész egyszeri és örökre megismételhetetlen személyes valósága, annak nincsen ideája. Ebben az értelemben ugyanis az igazi létezés, tehát a kozmosz noétosz, az ideák világa, az nem abban semmi egyszeri nincs, mert az egyszeriség az a keletkezés és pusztulás, a szakadatlan változás szférájába tartozik, szemben az ideákkal, ugye, amelyek örökkévalóak és mozdulatlanok, és tökéletesen változatlanok. Magyarul tulajdonképpen a plátoni filozófia ezen az egészen apró és eldugott ponton kimondja lényegében azt, amiről az előbb említett Zohár jelenetünk egészen nyakatekert Biblia értelmezésével értelmezi a szöveget, hogy amit mi meg tudunk ismerni, az mind a micsoda világához tartozik. Márpedig, ugye a bibliai szöveg ebben eltér minden lehetséges görög szövegtől, alkotni a micsodák összességét a kicsoda alkotta. Erre a kérdésre vissza fogunk térni mondjuk így a létezés személyessége és a létezés személytelensége kérdése kapcsán, ami így vagy úgy a kabalisztikus spekulációknak egy központi kérdése. Csak hangsúlyozni szeretném, hogy egyébként a maga módján ugyanúgy, mint a keresztény misztika. Mit tudom én, ezt mindenkinek ajánlom figyelmébe, nem kötelező olvasmány, de illik. Illik és lehetséges végre elolvasni, mit tudom én, Meister Eckhart megjelent végre, kellőképp magyarul, legalább két kötetről tudok, amiben a legnagyobb keresztény misztikusnak a szövegei olvashatók. Azért használom pont Eckhartot példának, mert Eckhart nem az emocionális misztika képviselője, tehát aki, hogy mondjam, attól viháncol, hogy egyesült Istennel, hanem egy spekulatív misztika hallatlanul magas szellemi színvonalon,
És ha jól tudom, akkor most már Zajze, a legfontosabb tanítványa is kapható. Általában, mivel őt németül Meister Eckhartnak hívták, Eckhart mesternek nyomtatják a nevét. A legfontosabb tanítványa Zajze, ez volt a német neve az illetőnek. Azért ideírom zárójelbe, hogyha könyvtárba keresik, akkor így is előfordul a neve. Ez volt a latinos alakja a nevének. Hogy mondjam, minden esetre az már valami, hogyha Eckhartot olvasnak, mert különben is hármójuk közül azért mégiscsak Eckhart volt a legnagyobb. Mivel a kérdést a zsidó tradíción belül is érinteni fogjuk, ez talán fontos, hogy tudják, hogy középkorról van szó, tehát ilyen vicces dolgok fordulnak elő, hogy Meister Eckhart a, mondjuk így, a közepesen nagy skolasztikus gondolkodók közé tartozik. Ez alatt most azt értem, hogy a skolasztika korában élt, skolasztikus tanulmányokat, traktátusokat is írt, természetesen latinul. Nem rossz, de hogy mondjam, ahogy mondják, 12 egy tucat, szóval nagyon sok nagy skolasztikus élt ebben az időben. Eckhart ebben a tekintetben a futottak még rovatba tartozik. Ezzel szemben járt a német birodalom különböző kolostorait, stb., és a misztikus traktátusokat kivétel nélkül németül tartotta, ami egy borzasztóan izgalmas dolog. Ennek következtében mindenkit sürgősen lebeszélnék arról, aki tud önök közül németül, hogy megpróbálja ezeket a prédikációkat eredetiben olvasni. Masszív középfelnémet nyelven vannak annyira, hogy hogyan komplett mondatokat lehet belőle felolvasni, amiről mi maiak el se tudjuk dönteni, hogy milyen nyelven van ez tulajdonképpen. Akit alaposabban érdekel, Lexer, így hívják azt a szótárat, ami a legjobb középfelnémet szótár. Hát ha valaki neki durálja magát, ha nem, akkor egyszerűen Meister Eckhart modernizált német kiadásait kell elolvasni, Dögivel léteznek. Erre a furcsaságra szeretném, ha megjegyeznék, mert hasonló problémák a kabalánál is elő fognak állni számunkra, tehát ő tudósként, latinul író, skolasztikus tudós. Mint a nyugati történelem egyik legnagyobb misztikus gondolkodója, az anyanyelvén és a hallgatóságának az anyanyelvén prédikálja. Tulajdonképpen a misztikus írásainak a 9/10 része prédikációs szöveg. Általában apácakolostorokban tartott előadások, legalábbis a legtöbbjéről ezt meg lehetett állapítani, és szerencsére a hölgyek nagyon szorgalmasak voltak, ugyanis minden jel szerint Eckhart nem írta le ezeket a prédikációit, hanem teljesen szabadon, esetleg gondolom egy sajtcetliből beszélt, de az apácák leírták a prédikációit, és ezek már akkor, tehát Meister Eckhart életébe keringtek különböző szerzetes rendek között, és hallatlan népszerűségre tettek szert. Jó, hát akkor belevágnék a kabala témába. Annyit már elmondtam, hogy Gershom Scholem volt a legnagyobb tudósa a kabalával való, mondjuk itt tudományos foglalatosságnak, ami ebben az esetben magának a kabalának a feltárását is jelenti. Tehát ehhez végig kellett járni a föld összes nagy könyvtárát, azoknak a elsősorban a kézirattárait böngészni keresztül végig, hogy mik azok, amik ott katalogizálatlanul is lappanganak, 13. századi másolatai, 10. századi szövegeknek, stb. Megállapítani, mik a hiteles kéziratok. A filológiai részével szerintem most ne bivészkedjünk. Aki nem nagyon tudja, ki ez a Gershom Scholem, azoknak hát mindenképpen arra hívnám fel a figyelmüket, mert egy örökkévalóság tartamára összekapcsolódott Scholem neve egy másik, az övénél, ha tetszik, Európában ismertebb névvel, Walter Benjaminnal. Egyszerűen azért, mert egészen fiatal koruktól kezdve, egészen Walter Benjamin haláláig ők, hogy mondjam, egymás legjobb barátai voltak, rendkívül szoros szellemi kapcsolatba, ami sok tekintetben magyarázatú szolgál arra is, hogy Walter Benjamin honnan tűnik időnként olyan mély ismeretekkel rendelkezni a zsidó vallási tradícióról. Jó lehet, nemhogy vallási képzést, nevelést nem kapott, de nem is tudott héberül.
Nos, ez ennek a barátságnak köszönhető. Nyilvánvalóan ennek megvan aztán a másik oldala is. Tehát Scholem rendkívül mély metafizikai érdeklődése, az nyilván ugyanebből a barátságból magyarázódik. Nyilván nem csak németül vannak meg. Én ezeket németül ismerem, de biztos vagyok benne, hogy mint akár Scholem, akár Walter Benjamin, bármely művezek angolul is elérhetők. Egyrészt ki van adva a Gershom Scholem Walter Benjamin teljes levelezés, ami elolvasható és hallatlanul érdekes, valamint van egy könyve Gershom Scholemnek, ami nem a kabalával foglalkozik, hanem az a címe, hogy Geschichted einer Freundschaft, egy barátság története, és hallatlan részletességgel leírja az egész kapcsolatukat, mondom, mert lényegében diákkoruktól egészen kései időkig. Az a két főműve Scholemnek, amit én használni fogok, az egyik 1957-ben jelent meg először. Köztünk szóba a mai napig nem tudtam tisztázni, hogy milyen nyelven írta Scholem ezt a könyvet, mert viharos gyorsasággal megjelent angolul, németül és héberül, de hogy melyiken írta, arról egyszerűen fogalmam nincs. Scholem minden nyelven tudott, és minden nyelven kiválóan tudott. Mindegy, a németnek az a címe, hogy Hauptströmungen der jüdischen Mystik, tehát a zsidó misztika fő áramlatai. Ha jól emlékszem, az angol cím arra sokkal többet mondó címre hallgat, hogy Jewish Mysticism. Ennyi. A másik főmű az méretében ennél egyébként sokkal nagyobb. Erről a dologról külön majd egy alkalommal részletesebben fogok beszélni, most csak megemlítem. Van egy óriási műve, erről biztosan tudom, hogy angolul, németül, franciául, héberül minden nyelven megközelíthető, kivéve a magyart. Amit mondjuk abból a szempontból megérve, ismerve a fordítói honoráriumokat Magyarországon, tudniuk kell, hogy Scholemnek ez a műve 1200 oldal. És több nyelven van, hiszen a forrásai is erősen használja benne. Ennek a főcíme az, hogy Shaktai Cvi, ez így most ilyen kínaiul hangzik, ez, talán aki van, aki már találkozott vele, ez Szabbatai Cévinek, héberül így hangzik a neve, az alcíma fontos, a misztikus messiás. Ez egy 17. századi nagy misztikus álmessiás volt, óriási messiási mozgalmat indított el, nem tudom, filozófiai érdeklődésűek maguk közül, például, ha elolvassák, megvan ugye magyarul Spinoza levelezése, akkor abból kiderül, hogy ez akkora vihart kavart a 16. században, a korabeli Európában, hogy Oldenburg, aki a londoni levelező partnere volt Spinozának és a Royal Society tudományos társaságnak az elnöke, az írt Spinozának egy levelet, hogy Baruch, hallottad, hogy eljött a messiás, az egész világ ezzel van tele meg minden, amire Spinoza körülbelül azt válasz, hogy jaj, hallottam, hagyj engem ezzel a hülyeséggel békén. Körülbelül ez a idevágó levelezés lényege, de ez egy valóban egy borzasztó súlyú jelenség volt. Könnyű az évszámot megjegyezni egyébként, 1666. Akkor robban ki a Sabbatai Cévi féle álmessiási mozgalom, és egyébként viharos gyorsasággal véget is ér. A követői egyébként egészen kicsi és jelentéktelen szektaként a mai napig léteznek. Éppen napokban olvastam egy tanulmányt róluk. Kapaszkodjanak meg légyben Isztambulban. Valamilyen módon ott maradt fönn egy csoportja a Sabbatai János mozgalomnak. A Scholemet azért foglalkoztatta annyira ez az álmessiási mozgalom túl a, hogy mondjam, roppant méretein és beláthatatlan konfliktuózus következményein. Ugyanis ez az egyetlen példa a zsidó történelmen belüli számos álmessiási mozgalomnak, hogy az álmessiás maga misztikus messiás. Tehát egy kabalista volt az álmessiás, hangsúlyoznom kell abban az értelemben teljesen jó hiszeműen, hogy valóban hitt messiás voltában, a követői pedig szintén kabalisták voltak. Ez a két főmű, amit fogok érinteni, és hát megpróbálnám magukhoz amennyire lehet egy picit közelebb hozni ezt a ma már, hogy mondjam, a modern, pláne nyugati embertől ilyen mélységesen idegen szövegtengert, amit a kora középkortól kezdve a kabala produkált, fogják látni abból a pár idézetből, meg amit meg fog próbálni mutatni, hogy hallatlanul izgalmas, de azért az elsődleges
viszonyunk az hozzá, hogy valamilyen, hogy mondjam, sorompót át kell törni, hogy az ember közel jusson ezekhez a szövegekhez. Egyébként ez Meisterhartnál is így van. Egyszerűen azért, mert a dolog úgy működik, hogy megint egy viccet produkáljak, amit nem tudom, hogy ismernek-e, de a viccet ismertem, de Sólem is erre a viccre hivatkozik. Kón fel alá rohangál és fennhangol, azt hajtogatja, hogy nem értem, nem értem, nem értem. De Grün megszólal, hogy Kón, mondd el, mit nem értesz, és majd én megmagyarázom. Mire Kón? Megmagyarázni én is tudom, de nem értem. Na körülbelül ez a viszonyunk ehhez a egyébként hatalmas és hallatlanul gazdag kultúrához, ami a kabbalista kultúra, és egészen pontosan a 15. századtól kezdve erős hatásai vannak a szigorúan vett zsidó tradíción kívül is. A 15. században jelenik meg az, amit keresztény kabbalának lehet nevezni. Ennek az első nagy figurájának szerintem a nevét valószínűleg mindenki ismeri, Pico della Mirandola volt Itáliában, akit hallatlanul izgatott az, amit így első blikre megtudott. Kabbaláról természetesen se héberül, se arámiú nem tudott. Egy kereszténységre áttért zsidó tudósnak fizetett talicska számra pénzt, aki szakmányba fordította neki a nagy kabbalista szövegeket latinra. Tulajdonképpen az első, hogy mondjam, fordításbeli, tehát latin nyelvű kabbalista könyvtár az Pico della Mirandola birtokában volt, mint ilyen egyébként különböző, mindenekelőtt a vatikáni könyvtárban a mai napig megtekinthetők ezek a könyvek. A Sólem azt csinálja, hogy ezzel a kapcsolatban, amit az előbb elmondtam, Byront idézi. Byronnak van egy ilyen halhatatlan megjegyzése, hogy jó, de ki magyarázza meg a magyarázatot. Tehát odáig elég könnyen eljutunk, hogy meglegyen valami magyarázva, csak éppen magát a magyarázatot nem értjük jobban, mint amit megmagyaráz. És még egy utolsó mondat, mielőtt magába a tárgyba mennénk bele. Sólemnek az volt a véleménye, számos helyen, többek között az önéletírásában is megírta, hogy alapjaiban a kabala még ma is eleven, de azért ez tulajdonképpen egy történelmi jelenség. Bizonyos fokig hasonlóan, mint amilyen elképzelésünk a nagy középkor keresztény misztikusairól van. Most ezzel szemben azon a két előadáson, amit mint említettem, sikerült a Móse Idelt elkapnom és végighallgatni az előadását, az Idelnek meggyőződése, és azt állítja, hogy egyszerűen tapasztalati bizonyítékai vannak rá, hogy a kabala ma is ugyanolyan eleven, és produkál ugyanolyan súlyú szövegeket, mint a középkorban. Néhányszor fel fog majd merülni, talán van a önök között olyan, aki tud arról valamit, vagy hallott már harangozni arról, hogy haszidizmus, haszidok. Ugye Martin Bubernek a haszid történetei például le vannak fordítva magyarra, így meg lehet ismerkedni, és azt tudni kell, hogy a haszidok, akik elsősorban, ez egy valamikor a 18. században Kelet-Európában keletkezett zsidó vallási mozgalom, Európából szinte teljesen érthető okokból eltűnt, jelentős csoportjai vannak Izraelben és az Egyesült Államokban. És róluk például lehet tudni, hogy ők elég masszívul tanulnak. Kabalát, magyarul alapvető kabbalista szövegeket rendszeresen olvasnak. Ha már szóba jött, akkor a poén kedvéért is mindenképp el szeretném mesélni, hogy ugye aki tudja, az tudja, aki nem, annak most mondom, hogy Martin Buber nagyon nagy német zsidó gondolkodó volt, aki többek között, és ez volt gondolkozásának és kutatásainak a fő iránya, egy életen keresztül foglalkozott a haszidizmussal. Haszid szövegeket gyűjtött, lefordította, részben átköltötte, megírta, stb. És ebből ilyen gigantikus kötetek, tanulmányok, stb. Jöttek. Bizonyos értelemben az addig az európai szellem elől elég nagy mértékben rejtett kelet-európai haszid gondolkodást, életmódot ő vitte ki a nem zsidó világ felé. Annyira, hogy az akadémiai könyvtárban, ha jól emlékszem, megvan a Buber összes, és az úgy van kötetekben rendezve, három baromi méretű kötet, írások a Bibliáról, filozófiai írások, írások a haszidizmusról. És ez ugyanakkor a kötet, mint a másik kettő. Ehhez képest ott van Sólem, jóval fiatalabb volt egyébként Bubernél,
aki egy életen keresztül ugye a kabalával foglalkozott, azaz a haszidizmussal is, és egy életen keresztül utálta Martin Bubert. Minden lehetséges ponton belerugott, körülbelül olyan volt a viszonyuk, mint Kierkegaardnak Hegelhez, és a poén, amit el akarok mondani, az egy viszonylag egyszerű dolog. A nézeteltérés köztük egyébként egy mondatban összefoglalható. Buber nem foglalkozott a kabalával, és nem rokon szembezett vele. Scholem szerint a haszidizmus elképzelhetetlen kabala nélkül. Ez a alaphelyzet. 923 óta Scholem Jeruzsálemben élt, 38 óta Buber is. Két szomszédos utcában laktak, soha meg nem látogatták egymást. Jó, hát köszönő viszonyban nyilván voltak, ráadásul egy egyetemen tanítottak, de a viszony az előbbiek alapján elképzelhető, nagyjából, hogy mondjam, négyszer járta körül a zérót. Egészen addig, amíg a 60-as évek elején a Buber egyszer csak fogta magát, és az a megdöbbentő fordulatot hajtotta végre életébe, hogy fölemelte a telefont, és fölhívta Scholemet, aki ismétlem két utcára lakott tőle, és azt a döbbenetes kérdést tette fel, hogy hát most, hogy én, Martin Buber, meg te is, kedves Scholem, azért most már nem sokára meghalunk. Mert hogy nagyon öregek vagyunk, most már mind a ketten. Nem akarnád egyszer elmondani nekem, hogy tudod, hogy mi a frász bajod van neked velem? Hát mire mondta Scholem, hogy jó, elmondom. És ez a hallatlan világtörténelmi esemény történt, hogy az egyik este Buber átballagott Scholemhez, ahol még soha nem járt, szeretném hangsúlyozni, mert még csak egy, nem tudom, 40 éve éltek egy városba, és leült, és mondta, hogy parancsolj. És Scholem elkezdett beszélni. Nem tudjuk pontosan egyébként, csak ebből az egy mondatból, amit az előbb elmondtam, el tudjuk képzelni, hogy miféle beszélgetés lehetett. Minden esetre, úgy, most ezt én mondom így a poén kedvéért, de úgy körülbelül este 8-tól reggel 8-ig beszélt Scholem, és elmondta Buber egész életművéről, hogy ő tulajdonképpen tudományosan mit gondol, stb. Stb. Reggel 8-kor abba hagyta, kifogyott gondolom a szuflából, hosszú csend támadt, viszont innentől kezdve tudjuk, hogy egészen pontosan mi történt. Hosszú hallgatás, majd Buber egyszer csak fölemelte a fejét, és szó szerint a következő mondatot mondta. Kedves Scholem, ha magának igaza van, akkor én elvesztegettem az életemből 50 évet. Mert akkor a haszidizmus engem nem érdekel. Ez óriási mondat, gondolnak bele, tényleg 50 éve foglalkozott haszidizmussal, fordította, kommentálta, tanulmányokat írt, stb. Stb. Az jellemző, én a Scholemtől tudom, Scholem egyik írásából tudom ezt a sztorit, a Scholem maga csak annyit fűz hozzá, hogy no comment. Azt gondolom, talán az órák során majd ki fog maguk számára is, meg pláne, ha olvassák őket, ki fog derülni, hogy azért ennyire nem egyszerű ez a dolog. Tehát a Scholemnek legalább annyi igazsága van ebben a dologban, mint a Bubernek. Ez egy nagyon nehéz kérdés. A Scholemnek tudományos történeti értelemben mindenek előtt abban teljesen igaza van, hogy a haszidizmus egy pillanatig nem létezne kabala nélkül. Az egész gondolkodását, hogy mondjam, vallásos fogalomvilága az a kabalában gyökerezik. A Bubernek teljesen igaza van viszont abban, hogy lehet, hogy tudományos értelemben enyhén szólva számos ponton nem stimmel, amit ő a haszidizmusról csinált. Ugyanakkor, hogy mondjam, szellemi értelemben a nem csak zsidó, a részben keresztény vallási, megújulási mozgalmak olyan ihletet kaptak az általa átköltött, ha tetszik, tudománytalanul kezelt haszidizmusból, hogy némi túlzással azt lehet mondani, hogy lehet, hogy történelmileg nem reális az ő haszidizmus képe, de ő megalkotott egy másik realitást, aminek a hatása jóval erősebb és mélyebb lett, mint annak a, hogy mondjam, történelmileg hatástalan, de egyébként reális mozgalomnak. Ezt csak ideiglenes megfogalmazásként mondom, fogunk majd a haszidizmusról természetesen részletesebben beszélni. Én most abba a kérdésbe szeretnék belemenni, ahol ugye az a kérdés merül fel, hogy a kabalát mi egyszerűen azonosítjuk teljes joggal azzal, hogy azt mondjuk, hogy zsidó misztika. Most itt egyetlen probléma van, amin érdemes elgondolkozni, hogy jó, de mi a misztika?
Szóval mi az egyáltalán, hogy misztika? Na most ezt ajánlom mindenkinek részben, hogy mondjam, meditációs házi feladat gyanánt is. Ezen érdemes otthon tökölni, hogy nem tudjuk, mi az oka, de az kétségtelen, hogy mindjárt fogják látni, hogy képtelenek vagyunk meghatározni, hogy mi az ördög az, hogy misztika, ami ordító ellentétben áll azzal, hogyha egy szöveg elénk kerül, többé-kevésbé tévedhetetlenül azonnal meg tudjuk róla állapítani, hogy misztikus szövege. És igazunk van. Ez egy nagyon különös jelenség, tehát meg tudjuk mondani, el tudjuk dönteni, hogy mi misztikus és mi nem, abban a pillanatban teljes összeomlás és kudarc van, ha megpróbáljuk meghatározni, hogy de mitől az? Tehát magyarul, hogy a misztika micsoda. Megfigyelhető egyébként is, ha olvasnak vallástörténeti irodalmat, ott egészen föltűnő, hogy azon nincs soha vita, hogy mi sorolandó a misztika területére, azon viszont hátborzongató viták vannak, hogy mitől sorolandó ide. Amit én itt felírtam, és amit idézni szeretnék maguknak, az például Aquinói Szent Tamás egyébként látszólag ragyogó definíciója, mert hát ő természetesen, mint rendes skolaszta, kényszerítve érzi magát, hogy neki definiálnia is kell minden egyes fogalmat. Ő szó szerint ezt mondja a misztikára, hogy az nem egyéb, mint cognitio dei experimentalis. Ez egy gyönyörű megfogalmazás. Tulajdonképpen úgy lehetne fordítani, hogy tapasztalati tudás Istenről. Ez látható természetesen, hogy jól ismert egy csomó misztikus szöveget, ugyanis a misztikusoknak a többsége erősen hivatkozik, ezt nézzék meg otthon, a 34. Zsoltár szövegéről van szó, azon belül egyébként a 34. Zsoltár 9. sora. Hát megint először mondom Károli fordításában, ez a 9. sor Károlinál így hangzik: érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr. Majd egy másik alkalommal egyszer külön belemegyünk abba, annak a jelentőségében, egy nagyon fontos természetesen tudni, bár gondolom legtöbben maguk közül tudják, hogy a Károli Bibliában a nagy betűvel írt Úr helyén az eredeti szövegben mindenütt a JHVH, tehát a négybetűs Isten név a tetragramaton áll. Ha kisbetűvel van a Károli Bibliában írva az Úr szó, akkor a héber eredetiben is az Úr szó áll. Tehát az a szó, az Adonáj, ami Urat jelent. De a nagybetűs Úrnál ott az Isten név áll, és nem az Úr szó. Tehát a szöveg így néz ki: Kárlán, érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr. Na most a vicc az benne, hogyha megnézi az ember a héber szöveget, és erre hivatkoznak a misztikusok, egyébként mindkét vallási tradícióban, az érezzétek, ott nem, hogy mondjam, pszichikai vagy emocionális érzést jelölő kifejezés áll. A héber szöveg úgy néz ki, hogy ta'amu, ami szó szerint azt jelenti, hogy ízleljétek. Azt nyilván mindenki tudja, nagyon izgalmas a dolog, amit mi mindannyian latinul abból a kifejezésből ismerünk, hogy homo sapiens, azaz észrebíró ember. A sapire az latinul egyértelműen az alapjelentése az ízlelést fejezett ki. Tehát magyarul az ízérzékkel rendelkezni, azaz a különbségtétel, kiízlelni, kiérezni valamiből, hogy például ehető vagy nem ehető. Tulajdonképpen ezt jelenti a szapiencia, amiről ma már egyáltalán nem érzékeljük, hogy az ízleléssel áll alapvető kapcsolatban. Tehát még egyszer, ez a érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr, ez amiatt, hogy az érezzéteknek a helyén, az eredeti nyelven az megízlelni, tehát az egészen konkrét fizikai megtapasztalás kifejezése áll, ezért ez valóban a misztikusoknak egy erős hivatkozási szövege, ez a Zsoltár sor. Most ez átvezet minket ahhoz az általánosabb problémához, amit itt nem tudunk megkerülni, hát nagyon egyszerűen fogalmazva, hogy mi az, hogy vallás. Mégpedig elsősorban történeti értelemben, tehát nem fogalmilag. Történeti értelemben tulajdonképpen elég jól meg tudjuk fogalmazni, hogy a vallás, én így fogalmaztam meg, lehet velem adott esetben vitatkozni, bár a témánkhoz ebben a formájában a leghasznosabb, mások tapasztalatainak szava hihető hagyományozása. Tulajdonképpen a vallási hagyomány, ez a bibliai hagyományokon, tehát mind a zsidó, mind a keresztény valláson egyformán rendkívül kézzel fogható,
hogy tulajdonképpen olyan eseményekről szóló beszámolók alkotják, ha tetszik, a vallás magját, ahol a vallási tradíció úgy épül fel, most borzasztóan le fogom egyszerűsíteni, hogy van egy halom ember, valamennyi, aki szem és fültanúja volt annak a bizonyos primér eseménynek, amit jobb hiány például kinyilatkoztatásnak nevezünk. Magyarul, nem tudom, mit hozzak fel példának, volt egy halom ember, aki jelen volt a Vöröstenger kettényílásánál, és annak, szem és fültanúja volt annak az érdekes jelenségnek, hogy Izrael népe száraz lábbal keresztül vág a Vöröstengeren. Egyiptomi hadsereg ugye ismeretes módon utánuk nyomul, mire becsukódik a Vöröstenger. Egyszer érdemes lenne, búvárokkal átkutatni, hogy vannak-e ott megkövesedett harci szegerek, esetleg megkövesedett egyiptomiak. De a lényeg tulajdonképpen az, hogy mi a vallási tradíciót, a vallást, ha tetszik, történetileg úgy tudjuk egyedül elgondolni, és az úgynevezett történeti vallások, és mindkét bibliai vallás történeti vallás, önképe is olyan, hogy voltak szemtanúk, ezek a szemtanúk elég szavahihetőek voltak ahhoz, hogy a rájuk következő nemzedéknek, amikor elmesélték, azok, hogy mondjam, vakon elhitték, amit a szemtanú nemzedék mond, majd ez a nemzedék elmesélte a következő nemzedéknek, és így tovább, egészen tegnap délután 4 óráig. A dolog nyilvánvalóan azon alapul, hogy minden egyes nemzedék elfben megvan arról győződve, hogy abszolút szavahihető az őt megelőző nemzedék, amiért kezeskedik az őt megelőző nemzedék szavahihetősége, és így tovább, hogy mondjam, a szemtanúk láncán át egészen a legeslegelső szavahihető nemzedékig, aki szem és fültanúja volt annak, ami ténylegesen történt. Mondom, világos, hogy ennél egy vallás mérhetetlenül bonyolultabb, de egy legalapvetőbb leegyszerűsítésben ezt lehet mondani. Az egésznek nyilvánvalóan feltétele a tanúknak való feltétlenül hit. A közbülső nemzedékek tulajdonképpen arról tanúskodnak, hogy föltétel nélkül megbíznak a megelőzőknek a tanúvallomásaiban, akik föltétel nélkül megbíztak az őket megelőzők tanúvallomásában, és így tovább. Ezt a dolgot elsősorban azért érdemes hangsúlyozni, mert ugye itt mindenek előtt per definícióm elsősorban a csodák problémájáról van szó. Az, amit mi a 18. századi felvilágosodásból ismerünk, és ha már van önök között olyan, aki a 18. századi, főleg francia, de nem csak francia, felvilágosodásból olvasott szövegeket, azt ajánlom mindenkinek, hogy érdemes nagy figyelemmel újraolvasni. És arra figyelni, mert ez egy nagyon különös jelenség, hogy jól lehet, mi a felvilágosodásból származtatjuk a csodák lehetőségének a teljes tagadását. Tehát valamilyen módon, ha tetszik, a modern ateizmus származási helyének tekintjük a felvilágosodást. Ha tényleg komolyan elkezdjük őket olvasni, akár Voltaire-re, akárra gondolok, hogy mégiscsak az egyik legmérgesebb nyelvű figura volt, érdemes erre odafigyelni, nagyon fel fog maguknak tűnni, hogy a legtöbbje a felvilágosodás jelentős képviselőinek nem a csodák egyáltalában vett lehetőségét vonja kétségbe. Mégpedig azon őszinte meggyőződésből, hogy tudja a fene. Egész egyszerűen, tehát nagyon ritkán fordul elő, hogy valaki kerek-perec ezek közül, az emberek közül leírja azt, hogy a csodák elejétől a végéig kitaláltak, mert ilyesmi nem képzelhető el. Tulajdonképpen ahol szerintem jogos antiklerikális támadásaik alapozódnak, az minden egyes esetben a egészen konkrét csodának a kétségbevonása. Tehát, hogy ez nem történt meg, arról nem mond semmit, hogy ha mit tudom én, az minden további elképzelhető, hogy ha Isten úgy akarja, akkor a balta úszik a folyó felszínén. De speciál az, hogy ketté nyílt a Vöröstenger, azzal neki baja van. És ha megnézzük, hogy mi baja van, az nem általános érvelés. Tehát nem azzal érvel, hogy egy tenger nem tud ketté nyílni. Vagy, nem tudom, ha Isten a feje tetejére áll, akkor sem lehet száraz lábban, stb.
Nem ez az érvelés. Az érvelés minden egyes alkalommal az, nagyon fontos, hogy honnan tudja ezt a Biblia. Tehát magyarul, aki a bibliai szövegnek ezt a részét írta, ugyan honnan tudhatta? Ott volt? Nem volt ott. Hát akkor kitől hallottam? Ez valamennyire egy nyomozható dolog. Nem tudom, hogy az, amit most előadok, mennyire nyitja rá a maguk szemét. A történettudomány keletkezésével állunk szembe. Tehát ezt úgy hívják, hogy forráskritika. Mind a mai napig kritikai történetírás, ami ugye egy történelmi dokumentumot minden egyes alkalommal annak a vizsgálatnak vet alá, hogy a dokumentumot ki írta, mikor írta, és honnan tudja azt az infót, ami benne van. Az egy nagyon fontos dolog, ezt mindenképpen tudatosítani kell, hogy a modern történettudomány az tényleg a biblia filológián jön létre. Tehát ez egyszerűen egy dokumentálható valami, hogy az az ötlet, hogy a Bibliát történeti forrásnak kezdik el tekinteni, az maga után vonja, hogy akkor ugyanazokat a forráskritikai metódusokat lehet rá alkalmazni, kezdik rá alkalmazni, amit mit tudom én, a klasszika filológia már addig is használt, ha mondjuk meg akarta állapítani, hogy igaz-e, amit Tukidides ír arról, hogy miket mondott a peloponnészoszi háború első éve után nagy beszédében Periklész. Ez egy tipikus történettudományi kérdés, mint ilyen teljesen jogosult, nevezetesen, hogy Tukidides ott tényleg egész pontosan ugye leírja Periklész egyébként fölülmúhatatlan beszédét. A történésznek ugyanakkor az első kérdése az, hogy ott volt-e Tukidides, mikor ez a beszéd elhangzott. Ha nem volt ott, Periklész leírta-e a beszédét, és ez Tukidides kezébe kerülhetette? Ha nem, akkor honnan a frászból veszi? Na most egész pontosan egyébként, csak hogy befejezem ezt a mellékszálat, természetesen Tukidides, mint a nagy görög történetírók kivétel nélkül, saját maga találja ki az összes beszédet, amit hőseinek a szájába ad. Pillanatig, csak hogy bonyolultabb legyen a dolog, ezek a beszédek elhangzottak. Ezek az emberek tényleg tartottak beszédeket, és tényleg valószínű, hogy épp észre nyilvánvaló, hogy Periklésznek kellett beszédet tartania az áténi népgyűlés előtt, akkor, amikor a peloponnészoszi háború első áténi halottait hazaszállították, és valami ilyesmit kellett, hogy mondjon. Tehát arról biztos, hogy vannak infói Tukididésznek, hogy körülbelül mit mondott Periklész. Csak hogy természetesen Tukididész lévén a korabeli történetírás még, hogy mondjam, művészet is volt. Irodalom, ha tetszik. Ennek következtében ő tényleges beszédet írt. Tehát nem azt mondja, hogy Periklész az alkalommal arról beszélt, hogy. Nem ezt mondja, hanem Periklész fellép a szószékre, kettős pont, és jön egy felülmúlhatatlan beszéd, amit ebben a formájában természetesen Tukidides írt. Ugye világos a dolog. Ennek a forráskritikai, hogy mondjam, tudományos módszertana az, amit elkezdenek átvinni a 18. századtól kezdve a bibliai szövegre, először az Ószövetségre, a 19. századtól már az Újszövetségre is. Egészet azért hoztam szóba, hogy ezt hangsúlyozzam, hogy a felvilágosodás, a történeti felvilágosodás ebben az értelemben a szava hihetőségét kezdi el aláaknázni a tanúk, ezen a szem- és fültanúk, illetve az előző nemzedék szava hihetőségét tanúsító tanúknak a szavahihetőségét kezdi kétségbe vonni. Visszatérve a mi kérdésünkre, ugye azt mondtuk, hogy a hagyományos értelemben egy vallás, egy vallási hagyomány, az tulajdonképpen az első nemzedék tapasztalatainak szavahihető hagyományozása. A problémánk, amiről beszélünk, az már felmerül természetesen a középkorban is, ahol még nyoma nincsen történettudománynak, történettudományi kritikai módszertannak, de abban az értelemben fölmerül, hogy misztikus az a személy, ezt nevezzük, Meisterek hátnál ez egészen szembeötlő, misztikusnak azt a személyt nevezzük, aki természetesen ennek tekinti a vallást, ahogy az előbb meghatároztuk, és maga is ebben a nemzedékek láncában helyezkedik el, de ezzel nem elégszik meg, hanem szert akar tenni, és szert is tesz valamilyen módon, azok a, hogy mondjam, az első szem- és fültanúk személyes tapasztalatára. Tulajdonképpen a misztikus, ez a személy magyarul, aki nem társadalmi civilizációs szokásból követi
akár nagyon hívő módon, és ha tetszik, nagyon naív módon a vallási tradícióját, hanem egyben a személyes tapasztalat síkján valamilyen misztikus, hogy mondjam, eljárásrend szerint bekapcsolódik az eredeti tapasztalatnak a megszerzésébe. Ugye teljesen nyilvánvaló, mondjuk az újkorra gondolnak, a reformációban növekedhetett meg rendkívüli mértékben például ez az igény, azon egyszerű oknál fogva, ugye, hogy mi a lutheri reformációnak a Luther által definiált alapszabálya. Ezt gondolom erre, ha máshonnan nem iskolából, mindenkinek azonnal be kell, hogy ugorjon, a sola scriptura elve, hogy csak az írás. Magyarul az a teljes 2000 éves egyházi hagyomány, ami egy reformátust elválaszt az eredeti újszövetségi történéstől, az, hogy mondjam, nem maximális radikalizmussal, de olyan 90%-os radikalizmussal egyszerűen ki van lőve az ajtón. Tehát kiteszik a kis széket az ajtó elé. Tehát magyarul ugye szemben a katolikus egyház tanításával, ahol ami két lábon áll, az írás egyfelől, és az egyházi tanítási tradíció másfelől. Ezen a két lábon áll. Most ezt az egyik lábat a lutheri reformáció legalábbis kezdeti legradikálisabb pillanatában egyszerűen kiüti, hogy mondjam, a létre alól, ezzel a megfogalmazással, hogy semmi más nem számít, csak az írás. Bizonyos értelemben tehát a legalábbis a kezdődő protestantizmus, hogy mondjam, hitelvét meg lehetne úgy is fogalmazni most az előbbi megfogalmazásunk alapján, hogy egyfajta misztikus szemtanúságra akarja késztetni a hívőket, hiszen ki van lőve az, hogy ja, hogy 2000 éven keresztül nemzedékről nemzedékre mit tanítottak, és mi volt az egyház tanítói hivatalának a egyházatyáktól kezdve tegnap előttig a tanítása, kit érdekel? Az írás, az mit mond? Ez nagyon fontos, ugye, mert a reformáció számára számos olyan problémát vetett fel az új szövetség, hogy bizonyos keresztény egyházak későbbi döntő fejleményeiről szemmel láthatóan nem tud semmit. Ezekre majd adott esetben vissza fogunk térni. Tulajdonképpen azt lehetne tehát mondani, hogy a misztikus egyfelől a tradíció láncban álló személy, másfelől a legkezdeti személyes, ha tetszik, kinyilatkoztatás tapasztalathoz való élményszerű visszanyúlás jobb hiány. Hát így szokás ezt megfogalmazni. Ennek mindenféle nagyon súlyos teoretikus következményei vannak. Itt most ezekről egyelőre csak egészen futólag említeném meg a spekulatív misztika keletkezésénél. Azért erről érdemes két mondatot vesztegetni. Amiben mi nem szoktunk belegondolni. Ugye közismert, hogy gondolom ezt mindenki fejből tudja, hogy a Biblia hogy kezdődik. Mármint az egész Biblia. A Biblia közismert módon azzal a mondattal kezdődik, hogy kezdetben teremtette. Ugye erre azért mindenki valamennyire emlékszik. A kabalistának a viszonya egy ilyen mondathoz, például, mint kezdetben teremtette az Isten az eget és a földet, tekintve, hogy ők ugye nem úgy gondolják egyszerűen, hogy a Biblia elmeséli a kinyilatkoztatás tartalmát, hanem úgy gondolják, hogy a Biblia az első betűtől az utolsóig maga a kinyilatkoztatás, ami egyben természetesen igen bonyolult módon elmeséli tartalmilag a kinyilatkoztatás, illetve kinyilatkoztatások történetét. A probléma tehát egy kabalista számára körülbelül úgy fogalmazható meg, hogy az első mondatban Isten mindjárt teremt. Ugye ezzel kezdődik a Biblia. Bizonyos értelemben tehát az első mondat az a teremtés kinyilatkoztatása Isten részéről mi felénk. Ez ugye eddig világos. A probléma az, hogy a kabalistát nem csak ez érdekli, hát természetesen osztozik a vallási tradíció összes szabályában, szokásában, történetében, elképzelésében, stb. De a kabalista számára, egyébként mint minden misztikus számára, a kérdés úgy merül fel, hogy hát amit a legnaívabb módon, ugye, hogy mondjam, hülyebbnél hülyebb szövegeket olvastunk már ilyeneket, mi a francot csinált azelőtt.
ezzel mondok, teszem azt, miért Ágoston is behatóan foglalkozik, hogy mit művelt is, mennyi ideig nem teremtett Isten. És aztán hogy szánta el magát hirtelen, hogy nosza, teremtsünk. Ezt Ágoston, hogy mondjam, tisztán filozófilag ragyogóan egyszer mindenkor elintézte, hogy a mennyi ideig nem teremtett a teremtés előtt már pusztán a kérdés tökéletesen értelmezlen tekintve, hogy az időt is a teremtéssel együtt teremti. Egyszerűen nem tudunk a kérdéssel fogalmilag mit kezdeni, hogy mennyi idő telt el előtte, semennyi nem volt előtte idő, mondja Ágoston, teljesen megoldva a problémának legalábbis ezt az aspektusát. Igen, de a kabbalista az azt mondja, hogy a Bibliából tulajdonképpen mindent megtudunk, megképesek vagyunk tudni Istenről, amit tudtul akar nekünk adni. Na, de nem biztos, hogy mindent a tudtunkra akar adni, nevezetesen, hogy hát nagyon egyszerű dologról van szó, Isten a Biblián kívül is létezik. Következésképp a kérdés az az, hogy a Bibliából mi azt látjuk, mondja a kabbalista, Isten felénk fordított arcát látjuk. Tehát a Bibliából mindig azt tudjuk, hogy mit tesz, gondol, szándékozik, mond és csinál Isten, de azt, hogy ő, hogy mondjam, nagyon egyszerűen fogalmazva, mit csinál, mit gondol és micsoda ő, amikor mindezt nem műveli. Ez két jelentésű, egyrészt a Biblia előtt. Mert annak, hogy előtt és után, annak azért van értelme, ha az időnek nincs is értelme. De legfőképpen a Biblián kívül, micsoda Isten. Jobb hasonlatot nem tudnék ebben a pillanatban mondani, hogy jobban megértsék, mint itt arról van szó, amit arról olyan szerű dologról van szó, amit Kant úgy fogalmaz meg, hogy amikor valamit megismerek, teljesen mindegy, tárgyat, eszmét, történést, teljesen mindegy, a végtelenségig meg tudom ismerni, ugye, de abban a formában, hogy a tárgy, mint jelenség mutatja magát, az én megismerő apparátusom pedig együttműködik vele. Ezt valószínűleg valamennyire ismerik, ugye, hogy Kantnak az ismeretelmélete az ember megismerő apparátusának és a tárgynak, a jelenségnek valamiféle összjátékán alapul. És utána jön Kantnak ugye az egészen híres fogalma, hogy van azonban valami, amiről semmiféle módon nem tudok megismerés útján fogalmat alkotni, a Ding an sich, hogy micsoda a dolog magában. Vagyis micsoda az a dolog magában, amikor nem kerülök vele ebbe az ismeretelméleti érintkezésbe, hogy ő valami összjátékot folytasson az én megismerő apparátusommal, vagyis ugye jelenségként jelenik meg, de mi az benne, ezt nevezi ő Ding an sichnek, ami nem jelenik meg. Egyszerűen nem jelenik meg. Ha tetszik, tökéletesen rejtve marad a dolog önmagában. Ez bizonyos fokig átkölthető, egyébként, bár ezt Kant nem csinálja, de átkölthető egyszerűen az emberközi viszonyokra. Az embert azért szokta foglalkoztatni, hogy jó, kedvesem nagyon szépen mosolyog rám, és hogy mondjam, úgy tűnik, mintha minden a legnagyobb rendben lenne, de hogy mi van tulajdonképpen? Ezt az ember így szokta nagyjából megfogalmazni, tulajdonképpen ilyenkor erre kérdezünk rá. Tehát, hogy önmagában, vagyis amikor nem mutatkozik számomra semmilyen módon, akkor mi van, meg milyen? Na most a kabbalistát tulajdonképpen az érdekli, hogy milyen Isten, micsoda Isten önmagában. Németül úgy fogalmaznám meg, hogy Gott an sich. Tehát, hogy mondjam, Isten velünk való és a világgal való érintkezési formája az három fogalomban gyűjthető össze, teremtés, kinyilatkoztatás, megváltás. A kabbalistát az érdekli, hogy micsoda Isten, hogy mondjam, amikor éppen nem teremt, nem nyilatkoztat ki és nem vált meg. Ez magyarul annyit jelent, hogy tekintve, hogy a személyközi viszonyokban létezik, és Isten nyilvánvalóan a Bibliában személy. A kérdés azt célozza, hogy amit egyáltalán nem láthatunk belőle, mert önmagában van, bizonyos értelemben Isten személytelensége. Vagyis az, ami csak önmaga számára személy, de éppen nem felénk személy, mert nem teremt, nem nyilatkoztat ki, nem vált meg. Az micsoda. Most ez az, ami a kabbalista misztikát spekulatív misztikává teszi. Természetesen ezek a kérdések rendkívül erősen foglalkoztatják
a keresztény misztikát is, tessék csak egyszerűen azokba a problémákba belegondolni, hogy a Szent Háromság fogalmilag hogyan gondolandó el. Ez teológilag egy nagyon fontos probléma volt az egész középkorban, Krisztus megtestesülése előtt, vagy azon kívül. Tehát mit jelent a fiú fogalmilag önmagában, amikor éppen nem tesz vesz a földön? Hát az egész, hogy mondjam, trinitás teológia ilyen típusú spekulatív elgondolásokon épül fel. Na most ez értelemszerűen ez a világ mögötti dolgok, a bibliai világon, a megismerhető világon túli dolgok ábrázolása, az minden misztikában és így a kabalában is szimbolikus nyelven történik. Ha máshol nem tudja egyszerűen megfogalmazni, egyszerűen azért, mert az összes tárgyi értelembe vett nem szimbolikus nyelvi kifejezési eszközeink, azok mind a létező világhoz kapcsolódnak. Ha valaki azt törekszik kifejezni, amit lát vagy látni vél, a nyelvileg is megjeleníthető világon túl, akkor értelemszerűen elkezd, ha tetszik, szimbolikus paradoxonokban fogalmazni. Erre egyelőre csak egyetlen példát hoztam föl, ami mind a zsidó, mind a keresztény misztikában visszatérő, tehát közös kifejezés, Isten mint misztikus semmi. Ez egy jellegzetes megfogalmazás mind a két misztikában. Nagyon egyszerű gondolatmenetre épül fel ez a terminus. Egész egyszerűen arról van szó, hogy a világon minden, amit mi képesek vagyunk megismerni, az létezik. Ugye mind a zsidó, mind a keresztény hívő számára minden, ami létezik, az teremtmény. Hát máshogy nem lenne. Azért létezik, mert megteremtették. Létezik-e Isten? Ez abban a pillanatban terminológiailag egy nagyon súlyos kérdéssé válik, hiszen Isten nem teremtmény. Tehát abban az értelemben létezik-e Isten, mint ez az asztal? Na most hátborzongatlanul ateistán hangzik azt mondani, hogy nem, abban az értelemben Isten egyáltalán nem létezik, amilyen értelemben ez az asztal létezik, de ehhez ki kell találni egy komplet, hogy mondjam, szimbolikus metafizikai nyelvezetet, amin ezek a különbségek kifejezhetők. Teszem azt, ha valaki kezébe veszi, mondjuk 20. századi műre hivatkozok, Heideggernek a Lét és idő című művét, az mindjárt az első három oldalon találkozni fog azzal a kritikai megállapítással, ahol Heidegger azt mondja, hogy hát azért ott már nagyon elmentek a középkori gondolkodók is a filozófiai igazságok tényleges megközelítésétől, ahol mondjuk a skolasztikán belül meg tudott jelenni egy olyan megfogalmazás, mint Isten, mint a legfőbb létező. Ezzel ugyanis végig egy kifejezetten ontológia iránt érdeklődő filozófusnál, amilyen Heidegger. Az az alapvető probléma van, hogy kivétel nélkül minden létező létezik, amivel csak találkozunk. Na most mit mondtam azzal, ha azt mondtam, hogy a mindezeket létrehozó, az pedig marhára létezik. Mert ugye tulajdonképpen ezt állítja a legfőbb létező, hogy van egy, a létezésnek egy hierarchiája, de végső soron Isten létezése ugyanolyan létezés, mint az összes többi létezőnek a létezése, csak hogy mondjam, még jobban, ökölbe is szorítjuk még hozzá a kezünket. Heidegger alapvető nézete az, ezzel most nem akarunk belemenni, hogy a legkorábbi ontológiai gondolkodók, tehát a korai görög filozófiában még többet tudtak erről a problémáról, mint ahová ez a középkorban, ha tetszik, ő szerinte legalábbis vulgarizálódott ez a probléma, de ha középkori filozófusokat olvasnak, akár csak nem tudom, Maimonidészt például, szörnyű fordításban, de megvan magyarul, ott rögtön kiugrik ez a probléma, ugyanis az első pillanattól kezdve ezen gondolkodnak, ez a probléma, hogy Isten léte és a világ léte az ugyanolyan lét-e. Ez most jó, véletlenül jól jött ki. Ez egy létező, nagyon súlyos metafizikai probléma, aminek egyáltalán nincs egyszerű megoldása. Ugye az előbb már utaltunk rá, Platón úgy oldotta meg, ha tetszik a kérdést, és ezt ebben a formájában örökül hagyta az egész nyugati filozófia történetre, hogy csak az örök, mozdulatlan létező az, ami igazán létezik. Minden egyéb, az, ami mozog, időbe van, keletkezik, pusztul, változik, stb., azok nem léteznek igazán, hanem valamiképpen silány utánzatai, tükörképei, stb. Az örökké való létezőknek.
Na most ez egészen addig filozófilag teljesen rendben is volt, amíg, hogy mondjam, most nagyon le fogom egyszerűsíteni, amíg a görögök át nem tértek a keresztény vallásra, elkezdték elolvasni a Bibliát, és nyilván a kezdetekor valakinek az a zseniális ötlete támadt, hogy a legfőbb létező, értsd, valamiképp a legfőbb ideja, az 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 Isten, akiről ez a Biblia olyan sokat locsog, aki teremt, kinyilatkoztat, megvált, stb. Igen ám, de az azonnal felveti azt a nagyon súlyos kérdést, mert fél középkor ezen tartja a fejét, hogy na de az egy örök, mozdulatlan létező, akit ugye Arisztotelész első mozgatónak hív például, vagy az okok oka, ezek jellegzetesen metafizikai megfogalmazások voltak az egy istenire. Elképzelhető-e erről a valamiről, jobb hiány, hogy beállít Ábrahám sátrába a sivatag közepén, és azt mondja neki, hogy jövő ilyenkor, mikor ide jövök, fiat születik. Hát most próbálják egyszer elképzelni. Egyáltalán a filozófiai problematika már ott jelentkezik, hogy Isten akarhat-e bármit. Ez egy nagyon súlyos probléma, ugyanis nyilvánvaló, hogy az akarat fogalom az a mi számunkra azt jelenti, hogy valaki akar valamit, az azt jelenti, hogy az nincs neki. Hát különben mi a francnak akarná? Vagyis meg akar változni. Olyanná akar megváltozni, akinek már van az a valamije, amit ő akar. Mindezek tulajdonképpen a klasszikus görög ontológia Isten fogalommal teljesen összeegyeztethetetlen dolgok voltak. Ezt most még sorozatba lehetne folytatni ilyen példákat, tehát például tud-e Isten arról, ha én imádkozom hozzá? Ez azért már telibe trafál egy vallásnak, hogy mondjam, a megalapozását is. Most erre tulajdonképpen a klasszikus középkori filozófiai válasz az, hogy elképzelhetetlen, hogy tudjon róla. Ugyanis a középkoriak, egyébként az ókoriak is, tulajdonképpen az ismereteket úgy gondolták el, hogy adva van a szellem, vagy ész, nusz, teljesen mindegy, hogy minek nevezzük, amiben jelenleg nincs benne egy ismeret. Ha ez az ismeret megjelenik benne, tehát szert tesz arra az ismeretre, akkor ő megváltozott. Tudnék, olyanná változott, amelyikben megvan ez az ismeret. Nem tudom, világos-e. Magyarul pontosan ugyanazt lehet eljátszani, mint az akar-e valamit, érez-e valamit. Próbálják meg elgondolni, hogy hogyan reagál egy arisztoteliánus filozófus, amikor azon kell gondolkodnia, hogy haragudhat-e Isten egy emberre. Egyáltalán tapasztalhat-e Isten haragot. Nyilvánvaló, hogy beleütközünk egy középkori filozófusnál azonnal abba a problémába, hogy a haragvó Isten az más, mint a nem haragvó, békésen, szelíden ücsörgő Isten, vagyis egyik állapotból átváltozott a másik állapotba. Hol van itt a, hogy mondjam, az örök, változatlan, mozdulatlan, első mozgató, stb. Most mindezek a problémák, egyszer akarom hangsúlyozni, egyáltalán nem csak a filozófiában vannak jelen. A filozófusok viszonylag könnyen elintézik a kérdést. A végső megoldása a középkori filozófia részéről ennek a problémának halál egyszerűen hangzik, bár beláthatatlan problémákat indított el már akkor is. A bibliai beszéd, ahol Isten haragszik, ígér, akar, stb., hogy mondjam, figyelemfelhívó szándékkal íródtak az egy örök, mozdulatlan első létezőre, hogy az ember, hogy mondjam, tisztelje, hálát érezzen az iránt, hogy létezését egyáltalán minek, kinek köszönheti. De a Biblia egyébként, mondta a középkori filozófus, hát úgy nagyjából olyanra van írva, hogy a hülye is értse. Mivel az emberek 9000 része hülye, állapítja meg a középkori filozófus, ebben teljes egyetértésben egyébként már a nagy görög filozófusokkal is, és ebben azért van valami, lássuk be, ezért a Bibliát olyanra kellett írni. Magyarul ezen jóval bonyolultabban is meg lehet csinálni. Maimonides például úgy gondolja, hogy a Biblia tényleg isteni kinyilatkoztatás. Isten a hülyék kedvéért így nyilatkoztat ki. Hogy mondjam, mai szemmel nézve olyan az egész, mintha egy gigantikus politikai filozófiával állnánk szembe. A filozófus ezért azt is tekinti a középkorban elég kiemelt feladatának, hogy a bibliai szövegből megfejtse azt, hogy lefejtve ezt a felületi formát, ami a hülyéknek készült, mit akar tulajdonképpen mondani. Most ezt hívják allegórikus szövegértelmezésnek.
Ebbe aztán nagyon bonyolult és óriási hagyomány van, most már ezt nem fogjuk tudni ma tárgyalni, de ilyenek, mint a kedvenceim közé tartoznak az Izrael ősanyjai, négy ősanyja, ami nem egyéb, mint a négy elem. Fejti meg a filozófus a rejtét, és egy komplett, hogy mondjam, elemontológiát tud ráépíteni azokra a történetekre, amit ilyen módon megfejt. Ugye világos, hogy egy ilyen viszony a bibliai szöveghez, ez messze Biblia előtti korokra nyílik vissza, itt pontosan lehet látni, és egyáltalán nem véletlen. A Biblia allegórikus értelmezésének a első földrajzi helye, amit azonosítani tudunk, Alexandria. Most talán ennyit még rémlik maguknak, Alexandria volt eredetileg a, hogy mondjam, a bázisa azoknak a görög filozófusoknak, akik nekifogtak Homérosz eposzait pontosan ugyanilyen módon megfejteni, mert nekik is marhára nem tetszett azért. Istennek lenni az azért az egy komoly dolog, és ehhez képest ugye miket látunk az Iliászban, mert ezek Odüsszeiában, hogy mondjam, a félrelépésektől kezdve hazugság, indulatok, intrikák, gyűlöletek, nyilván valamit ki akar ezzel fejezni. A költő, Homérosz, akit mérhetetlenül tiszteltek, a kedvencem az az, ahol valóban a négy elem megjelenik, tehát például Zeus értelemszerűen a tűz, ha jól emlékszem, Héra a levegő, egyszerűen azt hiszem a nevének az Aérhez való hasonlósága miatt, és teljesen ez végig működik, ennek egy nagy alexandriai hagyománya van. Alexandria rövid úton a kereszténység egyik első hatalmas bázisává válik, és megjelenik benne az allegórikus szövegértelmezés, ez egyébként a zsidó szövegértelmezésre is, allegórikus szövegértelmezésre is érvényes, a legjelesebb képviselői talán a nevét mindenki tudja, Jézus kortársa volt egyébként, alexandriai Filón. Ő az a nagy zsidó gondolkodó, aki görögül ír, és allegórikusan fejti meg. A Bibliát biztos, hogy nem véletlen, hogy alexandriai. Jó, én elfáradtam, úgyhogy szerintem tartsunk itt most egy hetes szünetet, és akkor találkozunk. Köszönöm. Elhangzott Rádióegyetem. Bibliai kánon és vallásfilozófia. Tatár György, a zsidó misztika. Az ELTE BTK-n 2011. szeptember 12-én elhangzott előadás felvétele. Hangmérnök Kenyeres Balázs volt.